A Csóri Sándor Társaság elnöke, a József Attila Díjas irodalomtörténész Bakonyi István nem pihen. Szerdán este az irodalombarátok a Szent István Művelődési Házban Jakubek Tiborné moderálása mellett újra szembesülhettek egyedi világlátásával új könyvének bemutatóján. A Mozaikok című kötet egyfajta összegzése az elmúlt időszak tanulmányainak és recenzióinak. A Mozaikok cím onnan jött, és a feleségemmel általában meg szoktam beszélni a címadást, mert ő jobb címadó, mint én vagyok, hogy hát mégis ugye a mozaikra az is jellemző, hogy a sok apró részedő összeállva, mint nagy egész. Ez tulajdonképpen célom is volt, hogy a elmúlt évek terméséből vágott írások egyfajta összhangot, vagy összképet mutassanak arról, amit végeztem az elmúlt esztendőkben. A kötetet Jankó Laura, a sokra hivatott új magyar költő nemzedék József Attila Díjas képviselője ajánlotta az olvasók figyelmébe. Mélyreható gondolataival egyként megerősítést nyújtott az alkotó embernek és olvasóinak egyaránt. Értékközpontú az ő szemlélete, az ő mérlege, és ezt nagyon, nagyon nagy erénynek tartom ma. Úgy ír irodalomtörténetet István, hogy az tekintettel van arra, hogy ne csak egy ismeretet, hanem egy szemléletet, egy érzelmi azonosulás lehetőséget kínáljon fel az olvasónak. A kötetben Serfőző Simontól Péntek Imrén át megismerkedhetünk El Simon László és Tamás Menyhért írásaival épp úgy, mint ahogy teret kapott Tornyai Gábor plébános lírája, illetve sok más ismert székesfehérvári és határon túli irodalmár munkája.